Új elektromos meghajtású autók a bejárat előtt. Bent meghívott vendégek, üzleti partnerek a pécsi Diósi utcában, pénteken. Új csarnokot épített telephelyén a gépjármű forgalmazással és javítással foglalkozó cég. 1377 négyzetméter alapterületű, ebből 1034 négyzetméter a műhelyek alapterülete. A műhely egy könnyű szerkezetes csarnokrendszer, a kiszolgáló létesítmények pedig klasszikus építési technológiával épültek, készültek. A funkciókat illetően a műhely részben egy hat állásos karosszilakatos műhely készült, egy 6-7 állásos fényező és fényező előkészítő állás, három állásos mosó, egy úgynevezett átmenős műszaki vizsgasor, egy diagnosztikai állás, egy speciális méretekkel. Valamint egy nagy teherautójavító állást is kialakítottak. A vezérigazgató azt mondja, egyedi megoldásokat alakítottak ki a helyiségekben, a legmodernebb technológiákat alkalmazva. Például a mosóban egyedi légcserés megoldást alakítottak ki, így a nedvesség nem okoz gondot még télen sem. Az új csarnokkal meg háromszorozódott a kapacitásuk. A Covid-járvány az új autók értékesítését 80%-kal vetette vissza. Az új beruházások előkészítése is akkor zajlott. A tervezők kiválasztási folyamata zajlott éppen akkor, és ezt megállítottuk, aztán májusban jött egy pályázati lehetőség, amelynek megfeleltünk, mindezzel a koncepcióval, hogy létszám megtartást volt az egyik cél, a másik pedig a versenyképesség növelése. Azt gondolom, ez mind a két pályázati cél megfelel a mi egyébként független céljainktól is. És így sikerült egy pályázaton forrást nyernünk a kivitelezéshez, aztán felgyorsítottuk a folyamatot, és ennek köszönhetően állunk most itt. Összesen 700 millió forintos fejlesztést hajtottak végre. Ebben az épület és a gépészet kialakítása is benne van. Egyébként a cég tavaly 8,4 milliárd forintos árbevételt ért el. Az új csarnok várhatóan 2022. februárjában nyit.